Johanna Mágián előadás után Vidnyánszky Attila úgy nyilatkozott még a főpróba héten, hogy az üzenetét tekintve pontosan, szépen, tisztán illeszkedik a Nemzeti Színház profiljához, hitvallásához, gondolatiságához. Csáky Judit a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Illeszkedik profiljához, hitvallásához, mindenéhez? Illeszkedik. Mert hogy? Ennek a Nemzeti Színháznak a profiljához, hitvallásához, hát amennyit látunk ebből a Nemzeti Színházból, ugye néhány hónapja működik ebben a felállásban, ez Vidnyánszky Attila második rendezése. Ha ez a hitvallás, ami ebben a két előadásban megfogalmazódik, ebben a két rendezésben, akkor illeszkedik. Nagyon sok mindent olvastam erről a Johanna a Mágián című előadásról, és igazából mindenki azt emelte, és az ütötte ki a biztosítékot nagyon sok kritikusnál, és ezért is vagyok kíváncsi az ön véleményére, amikor azt érzékeltetik, hogy ki az, mi az, kik azok, akik Johannát, ugye visszafele halad az élete, a mágiáról visszafele emlékképként, hát gyakorlatilag ide jutatták, és akkor ezek a bizonyos kártyák megfordulnak, karikatúra arcokkal, Tavaressel, Martin Schulzzal, ki van még? Kohn-Bendit. Igen. És akkor Kohn-Bendit, igen. Ők vannak megelőtt, meg ugye újság, külföldi újság nevek. Igen. Tehát, hogy itt lép, de ezt Vidnyánszky Attila előre is elmondta, hogy átlép a színház a mába. Ami egyébként nem baj, ha átlép a színház a mába, nem? Tehát, hogy az hát ok igen, lesz belőle, ugye, nem egy ördögtől való dolog. Nem, de azt nem így szokott a színház átlépni a mába. Egyébként azért jó, hogy Vidnyánszky Attila ezt előre elmondta, mert ha nem mondta volna el, akkor a közönség a harmadik sortól hátrafelé nem igen érti, hogy ott mi van és ki van. Én nem tudom, hogy Magyarországon ma hányan ismernek föl, mondjuk a legismertebbet, Daniel Cohn-Benditnek egy karikatúráját. Igen, de hát a harmadik sortól kezdve ezt nem is látni, vagy nem látni pontosan, csak a szalagcímeket. Nem ez a legrémesebb egyébként az előadásban, azzal együtt, hogy ez hordozza azt az üzenetet, hogy na ki a gonosz. Amit ha úgy fordítunk le, hogy ki juttatta mágiára Szent Johannát, az előadásban egyébként az az érdekes, hogy Szent Johannát juttatják a mágiára, tehát szentként van kezelve az a lány, aki egyébként egy írástudatlan parasztlány, és kicsit sem volt szent, ahhoz még 500 évet kellett várnia. Hogy ki juttatja őt a mágiára? Hát az ördög. Ki ma az ördög? És akkor megfordul ez a négy kártya. Hát, ez elég egyszerűcske. Egyszerűcske? Baj az, igen. Hogyha a színház a mába fordul, az nem, ha átfordul a mába, tehát üzenete, sőt, szerintem igenis legyen a mának persze, üzenete, hogy de hogyha a direkt politikába fordul át, mert most ilyen alapon ez, itt nem kell, nem tudom, zsákba macskát árulni, hogy kik, mely párt, vagy mely párt támogatói szerint tartoznak a felsorolt képviselők, európai parlamenti képviselők, vagy a felsorolt sajtóorgánumok a kormánynak az nem tudom, az ellenzői, vagy a tönkretevői, vagy ellenségei közé. Tehát, hogy ez ilyen nagyon-nagyon pártpropagandává vált ezáltal. Igen, meg hát ilyen ige hirdetésé válik. Tehát ugye úgy fordulnak át optimális esetben az előadások a mába, hogy a nézőben, tehát ahhoz azért kell a néző. Ugye, tehát valami olyasmiről van szó a színpadon, vagy valami olyasmi játszódik le a színpadon, amitől én a néző elkezdek azon gondolkodni, hogy de hiszen a három nővér esetében Olga akár én is lehetnék. Tehát, hogy egyszer csak érzek valamilyen ilyen... Igen. Egyszer csak érzek valami nagyon közvetlen kapcsolatot azzal, ami a színházban, ami a színpadon játszódik. Sőt, vannak olyan színházak is, például a Krétakör most ezt csinálja, amelyek direkt érzékeny társadalmi kérdéseket tesznek ki az asztalra. Uh-huh. Egy kicsit se csinálnak úgy, mintha ez ellen nem művészieskedve, és abból csinálnak színházat, hogy a közönség hogyan viszonyul ezekhez a bizonyos érzékeny társadalmi kérdésekhez. Ha úgy tetszik, tanítják a közönséget, a állampolgárokat artikulálni a saját problémájukat. De, ha a hagyományos színházról beszélünk, éppen tegnap véletlenül az Illaberek című előadást láttam a Katonában, ami az elvándorlásról szól,
és mivel össze van rakva mai anyagokból, mai példákból, hát elkerülhetetlen, hogy a néző azon gondolkozzon el, hogy is van ez. Csak hogy nincs neki megmondva a színpadról, hogy erről mit kell gondolni. És ebben van a különbség. A Nemzeti Színpadán meg van mondva, hogy mit kell gondolni. Hogyan kell szeretni a hazát, miben kell hinni, hogyan kell hinni, mik a legfontosabb emberi erények. Ott ige van hirdetve. Végül is a színház föl van szentelve, tehát ennyiben a dolog adekvát. Színház történelemben ez mennyire jellemző volt már ilyen? Tehát ennyire direkt tanítás? Tehát amikor nem hogy szájbarágúan, de ez nem is az a kategória, hanem ez a teljes egyértelműség. Vagyunk mi, aztán vannak a minket támadó gonoszak, és majd... nem tudnád, ők a gonoszak, és akkor őtőlük kell óvakodni, illetve nem is minden csatát úgyis megvívtunk és megnyertünk, mert ez jellemző, vagy volt valami? Én nem emlékszem ilyenre, de mondjuk az nem egy dolog. Nagyon, tehát ugye még ezekben az agitprop színház korszakokban sem nagyon. Ugye Brechtnek aztán igazán nagyon direkt céljai voltak a nézőközönséggel, ismeri rá, hogy miben élszte, hogy a kapitalizmus hogy, meg a kizsákmányolás még hogy. Tehát neki voltak ilyen direkt céljai, amihez kifejlesztett egy egész komoly színház elméletet. Aztán olyan darabokat írt, amik ezt rendre fölül írták, és bizony a Kurázsi Mama nem által, vagy az ő Johannája nem által még a katarzissal és a néző elgondolkodtatásával is operálni. Nem, ezzel a fajta Vidnyánszky színházzal, és én nagyon remélem, hogy nem marad ilyen. Tehát, hogy egyszer csak megnyugszik, hogy tényleg az övé a hatalom, tényleg az övé a színház, el fogja hinni, nem fog azon gondolkodni, hogy vajon meddig van ez így, nem fog hadat viselni, mert most még a hadviselés állapotában van. És ha lenyugszik, akkor lehet, hogy színházat fog csinálni. Csinált már, tehát még elvben ez előfordulhat. Én nagyon várom különben. Egyébként azt hittem, hogy ezzel a Claudellel meg fog próbálkozni ezzel, hogy ez színház legyen. És van is néhány jelenete az előadásnak, ahol direkt sajnálom, hogy azok úgy elsikkadnak. Blaskó Péter, aki Szentdomonkost játsza, és Tompos Kátya, aki Johannát, nekik van néhány gyönyörű, intim jelenetük. Hát Istenem, hogyha az egész olyan lehetne. Van katarzis egyébként? Vagy a katarzis maga az a pont, amikor már tudjuk, hogy ki a gonosz? Hát az nem katarzis, az diktátum, vagy én nem tudom. Tehát ebben éppen katarzis nem volt. El tudom képzelni, hogy vannak olyan nézők, akik szeretik, ha készre van rágva egy tanulság. Ugye az könnyű, beledőlünk, nem kell gondolkodni, és meg van mondva tényleg minden. Azok biztos fogják szeretni ezt az előadást is, hogy túl sokan nincsenek, azt onnan tudom, hogy azért ma 6-kor ránéztem az internetes jegyfoglalás, ma ugye ez ment, és hát azért még 161 nehány jegy volt a mai előadásra este 6-kor, ami azért azt jelenti, hogy több mint egy harmad ház nem volt eladva, holnap pedig körülbelül egy harmad ház van eladva, úgyhogy innen is üzenem, hogy akit érdekel. Jegy van. Jegy van, meg hát finanszírozásnak is kell lennie, és ez már egy ilyen laza átkötése annak, hogy Berlinig utaztak, hogy kibeszéljék a színház csináló emberek saját maguk problémáit, és szintén Vidnyánszky Attilát érzem, aki azt mondta, ő mondta, hogy Simon László mondta, hogy az állami finanszírozás rendszeréből nagyon okosan kikapcsolták a közvetlen politikai befolyásolás lehetőségét. Kikapcsolták? Hát ezek olyan jó kijelentések, kikapcsolták, de hogy kapcsolták ki? És ezt egyébként Vidnyánszky is mondta, egyébként mindig gyanús az, amikor valamire a bizonyíték, tehát amikor valaminek paradox bizonyítéka van. Ugye mivel magyarázzák, vagy mivel igazolja például Vidnyánszky, hogy egyáltalán nem politikai alapon történik a színház finanszírozása, azzal, hogy a katona, az őrkény, a Radnóti nem kapott kevesebb pénzt, sőt azt mondja. És ez önmagában ez a mondat, ugye? Tehát, hogy nyilván tartjuk a színházakat azt szerint, hogy milyen pártálláshoz soroljuk, és azt mondjuk, hogy de hát hiszen nem a politika, mert lám, ők is kaptak pénzt. Ami pedig El Simon kijelentését illeti, ő ugye itt arra épít, hogy a Nemzeti Kulturális Alapnál szakmai kuratóriumok vannak. Ezeket a szakmai kuratóriumokat egyrészt egy kicsit áttalálták szervezni, most újra áttalálják szervezni éppen,
Másrészt az átszervezésben természetesen megvoltak a prioritások. Az, hogy van néhány kollégium, ami ennek ellenére a saját becsületéért, ugye, és ezek a tagok saját becsületéről van szó. Azt mondják, hogy hát akkor már csináljuk tisztességesen, ezért le a kalappal előttük, ilyen is van. De egyébként a dologba be van építve, hát különben ugye mai hír, Markó Iván bezárta a Táncszínházát, hát ő talán politikai alapon kapott 130 milliót, meg még valamennyit egy évvel ezelőtt, ami ezek szerint kevés volt. De sorolhatnám tovább, az új színház vajon nem politikai alapon kapott körülbelül egy éve 15 milliós extra támogatást a minisztertől két előadásra? Két előadáshoz 15 millió forint. Megnézném, hogy a Katonában mennyiből készül egy előadás, nem 15-ből. Most az jutott eszembe, én már kaptam meg itt vendégtől, hogy ugye, hogy nincs baj a média törvénnyel, hiszen maga is itt kérdezhet engem. Hát hiszen igen. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én Önöknek is köszönöm a figyelmet, jön az Újságíróklub, Németh Péter már várja Önöket, és milyen témákkal, szervusz. Szervusz Olga, szeretném megadni neked a tiszteletet, főszerkesztő asszony, és a nézőknek is, hogyha ezt a jövőben így teszem, akkor ez megfelelő? Most felálltál? Miért nem látod? Hát most így, hogy már a kamera is kicsit nyit, de mi baj van? Miért? Semmi, hát mert beszélni fogunk, akkor visszaülök a helyemre. Én azt hittem, hogy ezt rögtön érzékelem. De én nem vagyok házelnök. Én csak egy mezei újságíró vagyok, és nem házelnök, úgyhogy maradj ülve. Én egy útmutatásnak vélem a házelnöknek, vagy az új házszabály, de majd beszélünk a kollégákkal arról, hogy valóban ez a házszabály, ez tartalmilag változtatja a magyar parlament működésén, mint ahogy beszélünk arról is, hogy a mindennapi Orbán beszédek azok miként változtatnak, hogy mennyire igazak, mennyire tartalmasak. Beszélünk arról, hogy Rogán Antal hogyan működik bíróként, vagy kvázi bíróként, és beszélünk arról is, hogy Gyurcsány Ferencnek a határidő, amit adott holnap lejár. Nem az ő határideje, hanem a többi párté. Ez lesz majd az Újságíróklubban. Oké, vigyázz, pihenj, köszönöm szépen. Önöknek is a figyelmet, találkozunk holnap este ugyanitt, ugyanekkor, viszontlátásra.